Hosszú évek óta Bonyhád önkormányzata áll a városi gyereknap szervezése mögött, amit gesztusként évről évre majosan rendeznek. Ennek oka a partnerség erősítése, mondta Filóni Ferenci Bolya polgármester. Majos is Bonyhád része, ezért teljesen értelmetlen még egy külön városinak címkézett programot megszervezni itt Bonyhádon belül, mert ott is otthon vagyunk, együtt vagyunk, és a bonyhádi fiatalok ugyanúgy kilátogathatnak a majosi sportpályára is viszont, úgyhogy szerintem ez a nagyszerű kezdeményezés, amit nem megváltoztatni kell, hanem segíteni, és sokáig fenntartani ezt a szép hagyományt. Az idei esztendőben több partnere is van az önkormányzatnak a szervezésben. Az igazi attrakció az a csúcskísérlet lesz, melynek sikere esetén a majosiak sütik majd az ország leghosszabb palacsintáját. 300 méter idején a célunk, 260 méterrel döntöttük meg a tavalyi rekordot Cegléden, és idén 2500 darab palacsintát szeretnénk elkészíteni ehhez. 500 liter palacsintatésztát kell hozzá bekeverni, és 20 ember fog dolgozni rajta, 10 fogják sütni kint a sátor alatt, illetve 10 fogjuk tekergetni 54 darab sorasztalon a palacsinta kígyót. 3 órányi ideje lesz a csúcsdöntőknek a palacsinta kígyó elkészítésére. A hivatalos mérés 17 órakor veszi kezdetét. Ha esik az eső, a csúcskísérlet elmarad, ám a gyerekeknek akkor is jár majd az édességből.